Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 20-án eléri a nap a tavaszi pontot. Ezen a napon a nap és az éjszaka egyensúlyban van. Tehát a nap ugyanolyan hosszú, mint az éjszaka. Miután ez elmúlt, utána a nap az erősebb lesz, és napról napra hosszabbak a napok, rövidebbek az éjszakák. Ezen a napon nem csak ez az egyenlőség van, hanem egy portálnap is. Ez a portálnap jelenti a kapcsolatokat, egy új irányt, szerződéseket, azt is jelenti, hogy hogyan tudnánk áttenni magunkat a nehézségen, és ezen a napon Manik uralkodik, ami egy kék színű kezet jelent, jelenti a cselekvéseket, és a kék szín utal a víz elemére, tehát érzelmekre. Ez hozzájön, ezen a napon tartok ugyanis egy szertartást, és a két témát összefűzöm. Ez a szertartás este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhetsz, az energiai egyensúly erre a szertartásra 4000 forint. És miről van szó ennél a nap éjszaka egyenlőségről? A hold nagyon erős ezen a napon, hiszen a rák jegyében van, és a hold uralkodik a rák jegye felett. A nap a halak jegyében van, van egy szép kapcsolat, hiszen a halak jegye, ahol a nap van, és a rák jegye, ahol a hold van, mindkettő a víz eleméhez tartozik, ahol érzelmekről van szó. Itt megvan a nap és a hold között az egyhang. A hold a pushia holdházban van, ami jelenti a bölcsességet, az igazságot, a belső egyensúlyt és a spirituális területet. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, hiszen a szerencse bolygója, de jelenti az igazságot, vagy kimutatja az igazságtalanságokat is. Jupiter bolygó egy jó kapcsolatban van Ráhúval, a felfele mozgó kármikus csomóval, ami jelenti a jövőt, jelent egy kiutat. Tehát itt meg lesz a szerencse változásoknál. Merkur bolygó szintén jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval, ami jelenti a cselekvéseket, a szerződéseket, a tárgyalásokat vagy a kommunikációt. Itt is megvannak a lehetőségek és a szerencse. Jupiter bolygó Kétúval is összefüggésben áll, és Kétú jelenti a múltat, meg az érzelmeket, és itt bizonytalanságok vannak, hiszen a múltban igazságtalanságok történtek az életünkben, és most ezeket kell rendezni. Ami Ráhút illet a jövőt, itt megvannak most a lehetőségek. Merkur és Ráhú egy konjunkcióban áll egymással a halak jegyében, és ez azt jelenti, hogy együtt hatnak. Itt beszélgetésekről, szerződésekről, tanulásról van szó, és Ráhú mutatja a jövőt. Tervezzük a jövőt. Ezzel szemben van Kétú a lefele mozgó kármikus csomó, ami a múltra utal. Itt kell az egyensúly. Bizonyos dolgokat lezárni a múltban, különösen, amikor igazságtalanságokról volt szó. Nem kell vele foglalkozni, vagy azt is jelentheti, hogy itt kell egy kiút, itt kell egy megoldás, hiszen szeretnénk rendezni ezeket a dolgokat.
Ami Ráhút és Merkurt illet a másik oldalon, nem szabad elsietni a dolgokat, hanem hallgassunk az intuíciónkra, hiszen Ráhú Merkur a víz elemében van, és az jelenti a belső forrást, ami intuíciónkat. A téma ezen a napon, illetve ezen a szertartáson, hogy lezárjuk azokat a dolgokat, ami igazságtalan volt a múltban, vagy odafigyeljünk rá, és rendezzük. Itt most megvan a lehetőség arra, hogy megkapjuk az igazságot, hogy legyen szerencse egy kiút, hogy megoldódjanak ezek a dolgok. Ami az érzelmeket illeti, itt egy nagyon szép, harmonikus kapcsolat van a nap és a hold között, ez kihat természetesen a párkapcsolatra is, mert érzelmeknél gyakran szeretetről, szerelemről van szó. És itt van egy új irány, van lehetőség, hogy javuljanak a dolgok, hogy kimutasd az érzelmeidet, vagy elfogadd az ő érzelmeit. Tehát ezek a témák ezen a szertartáson. Amit még jelent ez a szertartás, illetve ez a nap és éjszaka egyenlőség, hogy itt megvan a belső egyensúly, és mivel a nap energiája növekszik, akkor megvilágítja az életutunkat, sok mindent tisztázni tudunk. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkezz a csatornámra. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!